Fejfájás egy igazán kínzó és kellemetlen dolog, a migrén azonban ennek a sokszorosa, tényleg talán százszorosa is lehet. Erről igazán talán a migrénes emberek tudnának nyilatkozni. De hogyan alakul ki a migrén? Vannak hajlamosító tényezők esetleg, ami miatt számíthatunk ilyen kemény fejfájásos rohamokra? Dr. Rapp Tibor, a Medolis Medical Center neurológus szakorvosa ül itt velem szemben, és a migrén lesz a témánk, hogy pontosan miért is alakul ki, kik számíthatnak arra, hogy migrénes fejfájásokkal teletűzdelt életet fognak élni, ki lehet ebből esetleg gyógyulni, illetve milyen kezelési lehetőségei vannak. Köszöntöm a műsorban. Köszöntöm a nézőket. Erre a kérdésre, hogy kinél alakul ki, erre nem lehet válaszolni. Tehát nincsen egy exakt. Nincsen, nem válasz. Lehet, viszont nagyon sok embert érint. Én egyébként nem vagyok köztük, tehát én úgy beszélek most erről, hogy még soha nem volt migrénes fejfájásom, de a lakosságnak kb. A 10-12%-a az érintett. A hölgyek sajnos gyakrabban szenvednek migrénben, olyan 2-3-szoros rizikóval, viszont a provokáló tényezők azok, amik esetleg, ha valaki ne gyakran előfordul, akkor, vagy gyakran eszik, étkezik olyan dolgokat, amik migrént provokálhatnak, akkor annak a csökkentésével esetleg ki lehet védeni. Tehát, hogyha ilyenekről beszélünk, akkor a csokoládéfogyasztás és azon belül is a nagy kakaótartalmú csokoládék, azok abszolút egy migrént provokáló dolgok. Illetve, ha valakinek nem kiegyensúlyozott az életmódja, gyakran éjszakázik, alkoholt fogyaszt gyakran, kialvatlan, váltott műszakban dolgozik, tehát van, aki éjszaka, van, aki nappal, egyik héten, másik héten, akkor azok mind felborítják az egyensúlyát a szervezetének, és egy migrénes fejfájást tud kihozni. Még olyanból is, aki egyébként nem nagyon szenved ebbe a betegségbe, 2 évente egyszer van egy ilyen rossz rohama. Még ami még nagyon gyakran fordul, parfümök, nagyon erős illatok, amiket kerülni kell, főleg olyannak, aki tudja, hogy migrénes. Bizonyos ételek, a citrusfélék, azok szoktak ilyen fejfájást provokálni annál, aki erre hajlamos. Egy laikus hogyan tudja eldönteni, hogy migrénes fejfájása van, vagy mondjuk egy nagyon erős, lüktető, sima, hát idézőjelben sima fejfájása? Igen. Milyen tünetei Igen. vannak? Igen, tehát a migrénes fejfájás az általában serdülőkortól szokta gyötörni a pácienseket. Általában féloldali, nagyon erős, lüktető, hasító fájdalmuk van. Sokszor a szem mögött is érzik ezt a fájdalmat. Hány ingerrel szokott ez járni, és egy olyan nem maximális erősségű, de alatta egy picivel van ez a fájdalom. Hogyha sztereotípen ez a fájdalom ismétlődik hónapról hónapra, lévről évre, akkor azért a betegek tudják, hogy nem agyvérzésük van, ami hasonló fájdalmat tud egyébként csinálni. Az első alkalommal mindenképpen orvoshoz kell menni, és ki kell vizsgálni, hogy egy egyszerű migrénről van szó, vagy valamilyen súlyosabb kórállapotról, egy másodlagos fejfájásról, még egyszer mondom, agyvérzés, agydaganat, stb., ami ilyeneket tud utánozni. Előfordul, hogy a migrénes fejfájást bevezeti valamilyen úgynevezett aura tünet, tehát valamilyen látással kapcsolatos probléma, sötét foltot lát látóterében, vagy csillagokat, amik vándorolnak. Van olyan beteg, akinek ilyen vándorló zsibbadás van az arcán, karján, lábán. Így. Tehát akkor nem csak a fejet érintő probléma ez? Nem, szédülés. Előtte már nyomott, az nyomott hangulata van, azon a reggelen, amikor fejfájása lesz, akkor már érzi, hogy most itt nem lesz, nem tökéletes valami, és hogy ma migrénes rohamom lesz. Tehát aki ilyen jó, régi, motoros, úgymond migrénben, akkor ez tudja előre, hogy most ilyen probléma lesz. Viszont ha ez megváltozik a jellege, megváltozik a lokalizációja, a jól bevált fájdalomcsillapítóra nem szűnik,
akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy itt valami másról van szó, és akkor orvoshoz fordulni. Mik azok, amik ilyenkor segíthetnek? Ugye a köztudatban az egyik legfontosabb, ami ilyenkor a migrén esetében él, ez a sötét, fénymentes szoba, de ez mennyire hatásos? Tehát ez ilyen városi legenda, vagy tényleg beválik migrén esetében? Alapvetően a migrén kritériuma, hogy felállíthassuk azt a diagnózist, hogy nekem migrénem van, vagy a betegnek migrénje van, az az, hogy zavarja a fény, meg zavarják a zajok, a hangok. Tehát így van a csendes szobába, a sötét szobába el szoktak vonulni ezek az emberek, akár el is alszanak, és az alvás után sokat enyhül a fájdalmuk. És ilyenkor ez mennyi időt vesz igénybe? Mert bevallom egyébként, én aura migrén, vagy migrén aurával, nem tudom pontosan, hogy hogyan kell mondani, de ilyennel már volt dolgom is. Az ugye egy ilyen 30 perc alatt szépen kiszélesedett, és jött a fejfájás. De ez talán az enyhébb verziója ennek a problémának, szóval így a keménnyel nincsen tapasztalatom. Alapvetően ennek az aura jelenségnek, aminek a leggyakoribb típusa ez a látással kapcsolatos aura, ennek úgy fél órán belül szűnnie kell, és akkor utána jön az erős fejfájás. Ennek az egésznek, tehát a fájdalommal eltöltött óráknak 72 órán belül meg kell szűnni. Különben nem hívhatjuk migrénnek, tehát van olyan ember, aki lefekszik aludni fejfájással, felébred fejfájással, majd másnap még mindig fáj a feje, tehát 3 napon keresztül, de egyébként egy olyan 2 óra és 72 óra közt kell lenni ennek. Hogyha ez az aura tünet, amit mondtam, nem szűnik, 2-3 órán keresztül is eltart, akkor azért alternatív diagnózis, például stroke-ra is kell gondolni, mert az is okozhat hasonló panaszt. Hogyan lehet esetleg kivédeni ezeket a migrénes rohamokat? Tehát az életmódunkban van olyan dolog, amit nyilván a csokoládét és a társét, hogyha azt... Csokoládé, vörösbor, a rendszeres testmozgás, sport, a kialvatlanság, alkoholfogyasztás, és azon belül is a vörösbornak a csökkentését szokták mondani, sajtok fogyasztásának a csökkentése. Viszont van, akinek ez se segít, és akkor viszont gyógyszerek vannak. Hál' Istennek egyre több és több gyógyszer van a piacon, amit meg lehet próbálni, mind a roham alatti fájdalomnak a megszüntetésére, mind a kivédésre, egyre több készítményen rendelkezésre. Ebből a problémából teljesen ki lehet gyógyulni, vagy van olyan, akinek mondjuk csak ilyen migrénes időszakai vannak az élete során, de nem kíséri végig az egész életét? Alapvetően, aki migrénes, annak végigkíséri az egész életét. A hölgyeknél a változókor azt szokta azt a pontot elhozni az életükből, hogy onnantól már nem jellemző. Tehát akkor hormonális kapcsolat is van abszolút, tehát azért a női nem is utal erre, tehát valószínűleg az ösztrogénnek van itt valamilyen szerepe. Életmódváltás, tehát akár egy munkahelyváltás is elhozhatja az, hogy a betegnek már nem kell éjszakázni, és akkor megszűnnek, vagy nagyon ritkulnak, tehát évi egy roham az már nem olyan, mint amikor havonta 4-5 alkalommal 2 napon keresztül fájdalma van, az már nagyon sokat segít a betegem. És akkor azt igazából szerintem kijelenthetjük, mert a köztudatban van egy másik oldal, aki a migrént csak fejfájásnak titulálja, és igazából hisztinek, de azért nyilván nem erről van szó, szóval ezt is hangsúlyoznunk kell. Tehát azért ennek megvan a tudományos alapja, hogy mi történik ilyenkor az idegrendszerben, tehát ez nem egy hiszti, ez egy valós dolog, illetve a csak egy fejfájást azt azért mondanám, vagy tenném idézőjelbe, mert ennél azért van sokkal gyakoribb fejfájás típus, ami sokkal enyhébb, és az azért nem igényel sötét szobát, nem igényel csendet, és sokkal hamarabb, és sokkal könnyebben reagál egyszerű fájdalomcsillapítókra. Azért a migrén az nagyon sokszor a szokványos, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítókra egyáltalán nem reagál, tehát speciális neurológus által felé gyógyszerekre van szüksége. Tehát nem jó migrénesnek lenni. És tegyük fel, mondjuk egy-egy roham maradandó károsodást okozhat, olyat, amit lehet mérni, mondjuk, vagy bármilyen későbbi tünete van? Nem jellemző. Nem jellemző, hogyha koponya képalkotó vizsgálatot, MR vizsgálatot végzünk migrénes betegekről, ott náluk lehet látni bizonyos eltéréseket, de egyébként testileg, tünetileg nem látunk különbséget egy migrénes és egy nem migrénes ember közt. Ez azért mondjuk megnyugtató a jövőre nézve, hogyha valaki ilyen problémában szenved, hogy ezért maradandó károsodásra nem kell számítani. Még egyszer hangsúlyozom, tehát a lakosság 10%-a szenved migrénben, ez nagyon sok ember. Igen, az nagyon
magas, hát, tehát nem egy-kettő azért, igen, mondjuk az is magas lenne. Igen, és emiatt nem látjuk azt azért, hogy a lakosság 10%-a valamilyen károsodásban szenvedne. Örökletes lehet esetleg? Vagy... Igen, tehát ezt szeretném még hangsúlyozni, hogy akinek a családban van migrénes rokon, szülő, nagyszülő, ott azért nagyobb az esélye, hogy neki is lesz. Nagyon szépen köszönöm. Én mindenkinek, tényleg minden nézőnknek fejfájás és migrénmentes napokat kívánok. Remélem, hogy senki nem nézte úgy ezt az adást, hogy esetleg menet közben migréntől szenvedett, de hogyha mégis, akkor szerintem nagyon hasznos tanácsok hangzottak el ezekben a percekben. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szíves. Önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Nem sokára egy újabb érdekes témát fogunk boncolgatni itt az adásban. Viszontlátásra!